Fölemelte jobbját az Úr, halleluja! Az Úr hatalmasan munkálkodik, halleluja! Hol a tövised halál, hol a te fullánkod, halleluja! Igazából ez az ige is arra bátorít bennünket, hogy bizakodjunk, reménykedjünk. Ez az, ami nekünk reménységet ad, és ez az, amivel megpróbáljuk úgy megélni ezt az ünnepet, hogy valóban örömteli ünnep legyen mindannyiunk számára. Nagypéntek ünnepén Krisztus kereszt halálára emlékezünk, hiszen értünk halt meg bűneinkért, és a halált győzte le ott a kereszten. A feltámadás ünnepén, húsvét vasárnapján pedig az élet győzelmét ünnepeljük. Nagyon sokan veszítették el életüket itt a járványhelyzetben, rájuk is gondolunk, értük is imádkozunk, de az élet győzelméről beszélünk, és az élet győzelmét hirdetjük ezen az ünnepen is. Az evangéliumban, illetve az új szövetségi szentírásban 14-szer hangzik el az a fölhívás, hogy ne féljetek, és ez mindig olyan helyzetben hangzik el, amikor lenne a hallgatóknak, az apostoloknak okuk valamilyen félelemre. De Jézus mégis erre bíztat bennünket, hogy ne féljünk, és ma nekünk szól ez. Egy éve különösen másképp halljuk és tudjuk megélni ezt a fölhívást. Jézus is ugye tudjuk, hogy az olajfák hegyén retteg, vérrel verejtékezik, mert hát fél a haláltól, tudja, hogy mi az, ami vár rá, és azzal tudja ezt a félelmét, ezt a rettegésig ható félelmét leküzdeni, hogy igent mond az Atya akaratára, és a kezébe adja magát. Valami ilyesmi lehet a mi útunk is, hogy ne a rettegés uralja az egész életünket, és különösen a húsvéti életünket. Húsvét kapcsán tulajdonképpen a katolikus egyházban egy mai szóval élve hosszú hétvégéről beszélhetünk, hiszen szent három napot ünneplünk, ami nagy csütörtökön kezdődik, már a délelőtti órákban az egyházmegye papsága összejön az egyházmegye főtemplomában, megerősítjük a papi ígéretünket, és a püspök atya megszenteli, megáldja azokat az olajokat, amiket a kereszteléskor, a betegek ellátásakor fogunk majd használni. Délutánonként, esténként a plébánia templomokban az utolsó vacsora emlékét ünnepeljük, amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, és az oltári szentséget ráhagyta a tanítványokra és az egyházra. Két ilyen különös oltári szentség ünnepünk van, az Úrnapja, illetve a nagy csütörtök. Nagy pénteken nincsen szent mise a katolikus egyházban, Jézus kereszt halálára emlékezünk egy egészen speciális nagypénteki liturgiával. Nagy szombaton egész nap Jézus halálát ünnepeljük, tartjuk, csendben imádkozik az egyház, egészen az esti húsvéti úgynevezett vigília szentmiséig, amikor is Jézus föltámadását megünnepeljük. Az ősegyházban, ebben a nagyszombati liturgiában, ebben a húsvéti vigíliában végezték a kereszteléseket, az újonnan megtérteket, ekkor avatták be a keresztény életbe, és ez is megjelenik ma is a liturgiában, emlékszünk a keresztségünkre, megáldjuk a keresztkutat, és megújítjuk a keresztségi fogadalmainkat, és emlékezünk Jézus föltámadására. És ennek a teljessége majd a húsvét vasárnapi szentmisében fog megjelenni, amikor különös nagy erővel és örömmel énekeljük az Alleluját, és hirdetjük az asszonyokkal együtt, akik üresen találták a sírt, azt, hogy Jézus föltámadt, és itt van közöttünk. És én mindenkit bíztatok arra, hogy ne féljen, jöjjön, igyekezzen velünk együtt ünnepelni ezeket az eseményeket. Kedves testvérek, Isten igéjét,
a János írása szerinti Szent Evangélium 19. részének 28-tól a 30-ig tartó verseiből olvasom. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Így szól Isten igéje. Kedves testvérek, a történelem legfontosabb pillanata az, amikor Jézus kimondja ezt a szót, elvégeztetett. Ma a nagypénteki események leírásából idéztem ezt a néhány mondatot, amelyben Isten leghatalmasabb tette mutatkozik meg. A Bibliából megismerjük Istennek az ember érdekében véghez vitt nagy tetteit, melyeknek az volt a céljuk, hogy Isten helyreállítsa az ő teremtett világát, amelyet a bűn megrontott. Ha megfigyeljük, mi mindent tett Isten a történelemben, akkor végül mindig megérkezünk Jézus kereszthalálához és feltámadásához. A kereszten törli el Isten az emberi bűnt és lázadást, és teljesíti be a világ megváltását. Persze, Jézus keresztre feszítésének a története elsőre nem úgy tűnik a számunkra, mint ami győzelem lenne. De így voltak ezzel az első századi szemtanúk is. A római polgárokat a törvény szerint nem lehetett keresztre feszíteni. A kínzás és a halál eszközét csak a rabszolgák, az idegenek, illetve a legelvetemült bűnözők esetében érvényesítették. És mégis a keresztény egyháznak volt bátorsága arra, hogy a megaláztatás, a gyötrődés e szimbólumát, mint az Isten legnagyobb tettét állítsa elénk. Így tehát, amikor Pál apostol így tesz bizonyságot, a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje, valóban arra mutat rá, hogy a kereszt Isten leghatalmasabb cselekedete. A világ számára ugyan botránkozás és bolondság, de a hívő számára ebben teljesedik be Isten megváltó munkája. Nagypéntek és húsvét az a nap, amikor megtörtént a lehetetlen. Jézus életének egyetlen más eseményére sem érvényes annyira ez a kijelentés, mint éppen halálára és feltámadására. Még Jézus legközelebbi tanítványai számára is felfoghatatlan volt mindaz, ami nagypénteken történt. Az, hogy a Messiás, az Isten fia meghaljon, teljes képtelenségnek tűnt követői számára. A mindenség teremtőjét megölik teremtményei. Ez egy olyan állítás, amely a zsidóság számára teljesen elfogadhatatlan. A rómaiak számára ugyanúgy botránkozás, egy keresztre feszített, szenvedő Isten imádata. A tanítványok teljesen bizonyosak voltak abban, hogy ha Jézus az Istentől küldött szabadító, akkor ő nem halhat meg. Ezért Jézus kereszthalálában ők az isteni királyság helyreállításával kapcsolatos reményeik meghiúsulását látták. Csalódottnak érezték magukat, reményvesztetté váltak. A nagy hét során azonban Jézus búcsú beszédeiben, szóképek segítségével, hasonlatok által nyíltan beszél erről. Így olvassuk az evangéliumban Jézus szavait. Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét,
nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veheti el tőletek. Így beszél Jézus a születésről szóló hasonlatával, igyekezett megvilágítani a követői számára a kereszt titkát. Bár a születés fájdalommal jár, ez a fájdalom mégsem céltalan. A születés erőfeszítéséből valami új jön létre, új élet, amely a legnagyobb örömöt jelenti. Ugyanúgy Jézusra váró szenvedés a tanítványok számára nem csupán szomorúság, és nem csupán céltalan és értelmetlen szenvedés. Ebből a fájdalomból és szomorúságból fakad ugyanis a világ megváltása. Így a tanítványok bánata örömre fordul. Jézus előre kijelentette a tanítványai számára a halál feletti győzelmét, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Amen.